Hölgyeim és uraim, akkor megkezdjük a mai előadást. Ezt szokták mondani a magyar történelemben, meg úgy általában ilyen közmondásszerű, hogy nekünk Trianon kell ahhoz, hogy megértsünk valamit. Kellenek időnként olyan tragédiák, amik megváltoztatják az ország sorsát, történetét. Tehát sajnos a magyar történelemben Trianon nem volt egyedül. És hogy milyen analógiák vannak, erről lesz majd szó az elkövetkezendő néhány előadásban. Így a mai napon is, amikor B. Szabó János úr fog nekünk előadást tartani, róla annyit kell tudni, hogy az ELTE-n végzett, töri, aztán művészettörténelem szakon, Debrecenben doktorált, és egyébként kiváló szakértője a középkori és koraújkori magyar hadtörténetnek, bár nem katona, ami hátrányára szolgál, de egyébként nagyon kiválóan belásta magát a történettudománynak abba a hadügyi részébe, katonai vonatkozásában is, úgyhogy igen nagy szakértelemmel tud róla nyilatkozni, írni. Nagyon sokat írt már Mohácsról, Muhiról, Erdélyi fejedelemségről, nagyon sok kiváló és ráadásul szép könyve is van ezeknek a koroknak a hadtörténetéről, úgyhogy én nem is szaporítanám tovább a szót, hanem átadom a neked, János. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim. Hát majdnem minden elhangzott, egy apróság kivételével. Ugye a rektor helyettes úr azt az egy dolgot nem mondta el, pedig fontos része a történetnek, hogy hajdanában én a doktori képzésemet azt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen végeztem, csak a diploma doktori disszertációt nem sikerült oda megírni, de ezért lett aztán abból a Debreceni Egyetem, de ennek köszönhetően mégiscsak részesültem valami haloványkatonás képzésben az önök jogelődjének falai között. Igazából valóban az a helyzet, hogy én egy tisztességes hadtörténésznek készültem, és Mohács volt az, ami a mohácsi kutatások voltak azok, amik aztán egy picit más irányba terelték az érdeklődésemet, ugyanis 2006-ban az Osiris kiadó megbízott azzal, hogy készítsek egy Mohács szöveggyűjteményt az ő Nemzet és Emlékezet sorozatukba. Talán ismernek ilyen köteteket, ez ilyen nagy alakú A4-es fekete borítójú, szörnyű, téglaméretű és súlyú könyvek. Teljesen kezelhetetlen és használhatatlan mindenféle célokra. A könyves polc is nehezen bírja. Akkor összehoztam nekik egy 680 oldalas kötetet, de ugye az Osiris számára nem csak a csata és a történeti rész volt érdekes, hanem ebből az emlékezet is, és meg kellett barátkozzak a recepció történettel, meg a kései szövegekkel, meg mindenféle szépirodalmi ügylettel, ami a csatára emlékezett, a csatát értelmezte. És rá kellett jöjjek menet közben, és tulajdonképpen mire a könyv elkészült, ez világossá is vált, hogy az, amit mi tudhatunk az egykori eseményekről, amik 1526-ban történtek, az egy nagyon korlátozott dolog. De amit tudni vélünk róla, amivel meg van töltve a nemzeti emlékezet, ami benne van a tankönyvekben, ami benne van a szépirodalmi művekben, ami visszaköszön a politikai beszédekben, az újságcikkekben, annak vajmi kevés köze van ehhez a történeti valósághoz. Azt utólag konstruálták meg a legkülönfélébb szempontok alapján. És hát most, miután az eredeti felkérés az volt, hogy hogyan változtatták Mohácsot Trianon előképévé a magyar történeti tudatban, tulajdonképpen ennek a folyamatos metamorfózisnak egy fejezetét próbálom majd elmesélni önöknek. Szolgáljon ez tanúságul mindenki számára, aki azt hiszi, hogy a történelem kutatása az egy objektív tudomány, mert hogy senki és semmi nem tudja kivonni magát a korszellem hatása alól, és ráadásul, amikor ezeket a forrásokat összegyűjtöttem, akkor az is világossá vált, hogy bizony a történetírás az a politika szolgáló lánya, immáron több száz éve és szinte változatlanul.
Aztán ennek az egész történetnek most lett egy sajátos folytatása. 3 évvel ezelőtt a Magyar Tudományos Akadémián lett egy nyertes pályázat, aminek az a címe, hogy Mohács 1526-2026 rekonstrukció és emlékezet, és ennek a pályázatnak a munkálataiba meghívott engem Fodor Pál, a pályázat egyik projektvezetője, úgyhogy elő kellett venni sok mindent, amivel korábban foglalkoztam. Született egy új forrásgyűjtemény, ez most már egy kicsit nagyobb, mint az előző, most már sikerült 980 oldalra föltorrászni a könyv méretét. Született egy tisztességes hadtörténeti munka is, a 16. század elejének európai hatalmait néztük meg a nemzeti szakirodalmak alapján, tehát fölkértünk szerzőket, akik olvassák az adott országok nyelvét, és az adott országok hadtörténeti és történeti szakirodalmai alapján próbáltunk egy ilyen komparatív történeti munkát előállítani, hogy néz ki az a tyúkol Európa, a keresztény Európa, ahova a török róka bemerészkedett ebben az időszakban. Mindenkinek ajánlom figyelmébe egy döbbenetes olvasmány, kicsit lexikonszerű, de a számok mögött egy elképesztő történet bontakozik ki. A világ legerősebb hatalma, az akkori világ legerősebb hatalmáról, az Oszmán Birodalomról és a mindenki másról. Európában talán 2 darab olyan hatalom volt, aki a siker bármilyen reményével fölvehette volna a harcot az oszmánokkal. Az egyik a francia királyság, a másik a Habsburgoknak az államkonglomerátuma. A franciák ekkor történetesen inkább az oszmánoknak drukkoltak. És hát mindenki más a vesztesek biztos nyugalmával nézhetett volna szembe egy oszmán támadással. Hogyha a számokat nézzük. Aztán vannak zseniális hadvezérek, akik mindenféle csodákat tudnak művelni, mint tudjuk, de ez akkoriban nem volt jellemző a korabeli Európára. A vián látható, hogy milyen kötetek készültek még a projekt keretén belül. Van egy nagyszabású szapolyai kutatás, van egy nagyszabású jagellókor kutatás, tehát az előzmények és az utózmányok áttekintése, de talán az egyik legfontosabb és leghangsúlyosabb dolog mégiscsak egy percepció, egy recepció történeti kötet lett. Mert hogy ebből lehet megérteni, most már azt gondolom, hogy egyre inkább és egyre jobban, hogy mit, miért gondolunk talán még mindig Mohácsról. És hát érdemes visszamenni a kezdetéhez, hogy mi is történt ott, mert talán ez segít értelmezni a dolgokat. Tehát a 16. század elején a Magyar Királyság az közép-európai léptékkel mérve egy jelentős regionális hatalom volt. Tehát ha ránéznek a térképre, akkor ebből azért úgy látszik, hogy milyenek a területi viszonyok Európában. Valójában a Lengyel-Litván államszövetségen kívül semmilyen más hatalom nem rendelkezett olyan területi és népesség potenciállal a térségben, mint a Magyar Királyság. Ugye az oszmánok ilyen szempontból mindig kivétel, tehát ők nem ebben a ligában játszottak. És hogyha a sorsfintora úgy akarja, és az oszmánok nem hoznak létre egy világbirodalmat az előző 150 év alatt, akkor ez a középkori Magyar Királyság valószínűleg békében és egészségben megéli az újkort, meg az azt következő időszakokat, ahogy a többi európai állammal is történt errefelé. Nem volt itt semmiféle olyan strukturális probléma, ami miatt ennek az államnak úgy magától össze kellett volna dőlni. Ugye ez is egy olyan szempont, amit azért majd Trianon kapcsán, illetve az első világháborús vereség kapcsán érdemes fölidézni, hogy ha nincs egy külső erő, ami hát romba dönti a régi létező struktúrákat, akkor azok köszönjük szépen el tudnak ketyegni még több száz évig. A skandinávok, akikről én is most tudtam meg ennek a komparatív munkának köszönhetően egy csomó mindent,
jelesül a magyar királyság nyomába se érhettek volna se népességben, se erőforrásokban, se hadseregméretben, csak éppen őket senki nem akarta igazán megtámadni a semmi közepén. Tehát ez azért nagy előny a magyar királysághoz képest. Tehát, hogy van egy olyan regionális középhatalmi helyzet, ami a török hódításoknak köszönhetően elvész. Mit kell tudni a török hódításokról? Ugye ilyen szempontból Mohács az egy szimbolikus dátum a magyar történeti tudatban, abba belesűrűsödik, vagy belesűrűsödött az idők folyamán a teljes török hódítás, ami értelemszerűen nem 1526-ban történt meg. Tehát egyrészt van egy 150 éves, közel 150 éves küzdelem az Oszmán Birodalommal az Észak-Balkánon és magyar területeken, ekkor már mire a Mohácsi csatára sor kerül. Ha nem ilyen nagyon nagy távlatban nézzük, akkor is az a helyzet, hogy 1521 óta van egy háború az oszmánokkal, tehát az 5. évben kerül sor a Mohácsi csatára, és ez azért nagyon fontos dolog, mert ez a háború, ez ahhoz vezet, hogy az oszmánok fölgöngyölítik 5 év alatt a déli magyar határvédelmet az Alduna mentén. Mohácsnál csak azért lehet csata, mert ezek a várak addigra már mind elestek. És ugye ezek közül a legfontosabb Belgrád-Nándorfehérvár, ami a térség legerősebb vára, amihez hasonló sincs a magyar királyságban sehol. Tehát 1521 után, azzal, hogy Belgrádot a törököknek sikerül megszerezni, azzal egy nagyon jelentős stratégiai előnyre tesznek szert, szabad bejárásuk lesz a szerémségbe, hát ami körül valójában nincs második végvárvonal, tehát ez egy tévedés, egy végvárvonal van, a hátsó várak azok kiszolgáló logisztikai funkciókat töltenek el, nincsenek fölkészítve komoly ostromokra. És ugyan lenne 5 éve a magyar kormányzatnak, hogy csodát műveljen és építsen ide komoly várakat, de nem sikerül nekik. Ennek köszönhetően tulajdonképpen döntés kérdése, hogy a törökök melyik országrészt támadják meg, mert jól látható, hogy a Szerémségből be lehet jutni a Tiszántúra, a Dunatisza közére és a Dunántúra is. És hát a legfrissebb kutatások azt mutatják, hogy tulajdonképpen az, hogy Mohácsnál van a csata, annak a legkisebb sansza volt ebben az időszakban. Tudnélik, 1526 előtt az eszéki út az nem létezik a magyar királyságban. Ott nem jár senki, mert tele van mocsarakkal, egy nagyon barátságtalan, járhatatlan hely. A magyar királyság hadi útként ezt a utat használja, tehát a Dunatisza közét, és Pétervárodnál szoknak átkelni a Dunán, illetve ha a Horvátország Szlavónia felé mennek, akkor is egy másik utat eszéknek, soha nem megy senki. Ez például egy teljesen új találat. Eddig mindenki úgy gondolta, hogy a törökkorban létező hadiút az mindig is ott húzódott, tehát nem is mehettek másfelé a törökök. Ehhez képest nagyon szépen látszik, hogy a magyar határvédelem a főcsapást ezt a Duna-Tisza közén várja. Pétervárad eleste után, amikor a török hadsereg átkelhet a Dunán, ha éppen szeretne átkelni. És a törökök döntik el, hogy nem erre mennek. Tehát ez is mutatja azt, hogy milyen kiszolgáltatottságban volt akkorára a magyar hadvezetés. Aztán van egy nagyszabású, súlyos vereség. Ugye lehet méricskélni, hogy hányan halnak meg, de az a helyzet, hogy a magyar királyság soha többé nem tud összeszedni egy akkora hadsereget, mint amit Mohácsnál kiállítottak. Ez a 26-27 ezer fő, amit II. Lajosnak a csata napjára sikerül fölvonultatni, az azért egy európai mércével mérve is jelentős haderő. Ennél nagyobb hadseregek nem nagyon kuricálnak a keresztény Európában. Megint csak ennek az összehasonlító kötetnek az egyik tanúsága, hogy az átlagos seregméret az úgy 3, 4, 5, 6, maximum 10 ezer fő a korabeli Európában. És aztán ennél többet a magyarok nem is tudnak többé fegyverbe állítani, pedig háború van Mohács után is,
és szükség is lenne a katonaságra. Az, hogy Mohácsnál odavész az udvari nemesség, odavesznek a főpapok, az ugye egy közismert tény, vagy viszonylag közismert tény. Ez azt jelenti, hogy az a Jagelló párti, a dinasztiához hű elit, ami hát értelemszerűen a korabeli viszonyok között személyesen van jelen a táborban, azt megtizedeli ez a vereség. Ezzel nem állítom azt, hogy az ország kormányozhatatlanná válik, de a kétségtelen tény, hogy a hozzáértő személyek megritkulnak. És miután nagyon balszerencsés körülmények között meghal a király is, ezért megnyílik a lehetőség egy jó kis trónviszály irányába, mert a törökök fogják magukat és kimennek, és ugye mindenki azt szokta mondani, hogy és nem is szállnak meg semmit, dehogy nem, ezt a területet. Tehát onnantól kezdve már végképp azt lehet mondani, hogy teljesen szabad bejárása van az oszmánoknak Magyarország bármelyik részébe, és ezzel élnek is. Ugye az csak a véletlen műve, mondjuk így, hogy 1529-től kezdve Magyarország nagy részét az a Szapolyai János uralja, aki elfogadta a szultán főhatalmát és behódolt az oszmánoknak. És ezzel el is jutottunk oda, hogy miért úgy interpretálták a későbbiekben a mohácsi csatát, ahogy. Ugyanis hát a csata elveszett. Volt pár ilyen csata korábban, a király meghalt, Várnánál azért ilyenre is akadt példa. De látszott, hogy ezzel megindult egy hosszú folyamat, ami aztán tulajdonképpen 1541-ben Buda a török megszállásával fog kiteljesedni, hogy vége van a középkori magyar királyságnak abban a formában, hogy ezt addig ismerték. Ezt 1526-ban még senki nem tudta. Amikor 1526 őszén a magyar nemesek megválasztják Szapolyai Jánost királynak, akkor mindenki azt gondolja, hogy a dolgok ott fognak folytatódni, ahol eddig. Tehát ez csak egy kis sajnálatos intermezzo. Még az is lehet, hogy voltak, akik örültek, hogy megszabadultak az idegen Jagelló királytól, és végre újra nemzeti királya lett az országnak. A probléma azonban az, hogy Szapolyai látszat ellenére sokkal gyöngébb, mint második Lajos volt. És amikor 1527-ben Ferdinánd Habsburg főherceg, akinek szintén jogigénye van a magyar trónra, hála a különböző családi szerződéseknek, meg a török veszély miatt megijedt spanyol rendek pénzéből most hadsereget is tud toborozni már magának, 1527-ben megtámadja Magyarországot, akkor egy pár ezer fős hadsereggel érkezik, és Szapolyai ezzel szemben sem tudja megvédeni magát. Ezt el szokták felejteni a történelemkönyvek írói, hogy az ország sorsa nem csak 26-ban dől el, hanem 27-ben, amikor a magyar király a magyar királyság erejével nem tudja megoltalmazni a saját országát, úgyhogy 28-ban Szapolyai Lengyelországba kell, hogy meneküljön. És akkor a magyar rendek a győztes oldalára állnak, és megválasztják Ferdinándot is királynak, szépen, törvényesen, szabályosan. És akkor innentől kezdve két szabályosan megválasztott koronás fője van Magyarországnak, és a törökök a gyöngébbet választják, a gyöngébb a törököket választja, úgyhogy 29-ben a törökök visszahozzák Szapolyait, és az ország nagy része innentől kezdve Szapolyai János haláláig neki engedelmeskedik. Igen ám, de ez a kettős legitimáció, ez ugye oda vezet, hogy mindkét megválasztott király a másik uralkodó legitim voltát próbálja meg kétségbe vonni. És innentől kezdve válik érdekessé a mohácsi csata két okból. Egyrészt nem tudom, hogy megfigyelték-e már, vagy volt rá módjuk munkahelyen, vagy bárhol máshol. Ha új vezetés jön, akkor új időszámítás is szokott kezdődni, és ami azelőtt történt, az hát egyrészt nem történik semmi. Ha mégis történt volna valami, azt rosszul csinálták, és csak onnantól kezdve csinálnak bármit jól, hogy megérkezett az új vezetés. Ugye a Habsburgok tipikusan ezt játsszák meg a saját propagandájukban, kialakítják a tehetetlen, alkalmatlan Jagelló képét, ezt nagyrészt a Habsburg történetíróknak köszönhetjük, akiknek a felelőtlensége, a tunyasága, az alkalmatlansága vezet oda, hogy a török rászabadul az országra, és nekik hát sajnos át kell venni ezt a csőd tömeget, hogy aztán majd jól megmentsék.
És ugye hát ebben a megmentésben gátolja őket alapvetően Szapolyai János, akit ugye per Vajdának szoktak titulálni, és hát innentől kezdve válik érdekessé, hogy Szapolyai szándékosan késett el a Mohácsi csatából, amit azért a Habsburg történetírók munkáiban fogunk megtalálni. Meg innentől kezdve válik érdekessé az, ami egyébként már 1526 őszén megjelenik a Habsburg propagandában, hogy a magyar nemesség torzsalkodott, nem vette komolyan a kötelezettségeit, nem is ment el a háborúba. Tulajdonképpen a magyar nemesek maguk tehetnek arról, hogy Mohácsnál csatát veszítettek, mert ha mindenki teljesítette volna a kötelességét, akkor ugye lettek volna elegen és megállították volna a törököt. Na most számomra az a döbbenet ebben az egész, nem az, hogy ezt így tálalták már 1526 őszén, hanem hogy ezek történeti faktumokká váltak a történetírás számára. Anélkül, hogy bárki vette volna a fáradtságot, hogy ennek a dolognak a mélyére ásson. Illetve ahhoz egy újabb lépésre volt szükség, hogy kicsit ebbe belelássunk. Tehát mivel az a politikai keret, ami Magyarországon 1526-ban megteremtődik, az fönnáll 1918-ig. Ugye innentől kezdve ennek a keretnek az alapjait feszegetni, hát kvázi államellenes cselekedet. És van egy nagy dilemma a korabeli történetírók számára, ami szerintem ma is nagy dilemma a történetírók számára. Ugye a történetíró vagy tudja, hogy mi van a császári királyi titkos levéltárban, mert beengedték és megmutatták neki az iratokat, de akkor nem írhatja meg az igazságot. Vagy nem tudja, hogy mi van a császári és királyi titkos levéltárban, de akkor esélye sincs rá, hogy megírja az igazságot. És hát nagyon jól látszik, hogy hogyan játszottak ezzel az információs hatalommal több száz éven keresztül, és nagyon jól látszik az is, hogy hogyan épül föl a Habsburg-párti történetírók esetében ez a narratíva, és hogyan rögzül, mint magyar nemzeti történeti narratíva ebben a felállásban. Azt ugye mindenki, aki ezzel foglalkozik, az tudhatja, hogy mondjuk Istvánffy Miklós az egy Habsburg szolgálatban álló hivatalnok és katonatiszt, meg nem mellesleg a Bonfini után a legnagyobb hatású magyar történetíró, akinek a munkáját a török korról több száz éven keresztül, mint Bibliát forgatták Magyarországon a magyar nemesség körében. Ő ugye nem tesz mást, mint nagyon plasztikusan beviszi ezt a, nevezzük így, Habsburg információ csomagot a magyar történeti köztudatba, amit az Üdicső elődei raktak össze. Nagyon jól képzett, itáliai egyetemeket látogatott humanisták, akik eladták a tollukat a Habsburgoknak. Ugye az egyik első ilyen figura az Johannes Cuspinianus, aki 1526 őszén a birodalmi gyűlésen Ferdinánd nevében segélyt kér a törökök ellen a német rendektől. Most a német birodalmi gyűlésen nem jelent nagy kockázatot szidni a magyarokat, mert szívvel utálják a magyarokat a korabeli németek. És hát ugye az meg már kifejezetten jót tesz a Habsburgok ügyének, hogy mindig csak arról van szó, hogy a magyarok mit mulasztottak el eltenni, és soha nem merül fel az a kérdés, hogy a Habsburgok mit mulasztottak el tenni Mohács kapcsán, holott ugye az egész korabeli magyar diplomácia arra a szövetségi rendszerre volt felépítve, hogy II. Lajost összeadták egy Habsburg hercegnővel, azzal a felkiáltással, hogy ezzel ugye becsatlakoztatják országunkat a Habsburgok hatalmi szisztémájába. Hát akik nem értek rá segíteni 1526-ban. Számos jó okuk volt rá, hogy miért nem, de a tényen ez nem változtat. Ennek ellenére ezt a kérdést, hogy mit tettek a Habsburgok 1526-ban, ezt a 90-es években vetették föl először magyar kutatók, hogy megnézzék levéltári szinten, hogy mi készül, és akkor kiderült, hogy Ferdinánd, az osztrák főherceg szeretett volna segíteni a sógorának, el is kezdett toborozni egy segélyhadat, ami a Mohácsi csata után állt föl valahol Ausztriában. Tehát még az elindulásig sem jutottak el ezzel a dologgal. Na de
Erről egy árva szó nem volt, hát 450 évig. Arról, hogy a magyar nemesség milyen kötelességeit mulasztotta el, arról sok szó esett. Ennek ellenére, ez is egy nagyon érdekes dolog, én soha semmilyen konkrét említést nem találtam, hogy mondjuk valakit megbüntettek volna azért, mert nem ment el a mohácsi csatába. Pedig erre a korabeli Magyarországon törvény volt. Tehát a csata után összeült az országgyűlés, és a szapolyai törvénykezésnek ez az alapvető részét képezte. Szóval, hogy van egy ilyen információ csomagunk, amit ez a derék jól képzett humanista Cuspinianus fogalmaz meg először, aztán, aki egyébként diplomataként járt a budai udvarban korábban, aztán van egy Habsburg udvari történetíró, egy Velius nevezetű történetíró, aki egy külön munkát szentel ennek az eseménynek, most sikerült megtalálni a kézirat nagy részét, az Országos Széchenyi Könyvtárnak a kézirattárában. Ez egy igazi nagy találat, mert hogy Mohácsról már nagyon rég nem került elő semmi hasonló sem. Hogy nem, a legizgalmasabb részeket azt valaki kivágta a kéziratból, tehát a csata leírás nincs meg. Odáig van meg a szöveg, hogy és akkor elkezdtek fölállni a csatarendbe a magyarok. És aztán még 41-ben, amikor elesik Buda, ami azért egy nagyon, nagyon mély ütés a korabeli Európa számára, tehát hogy egy rendes katolikus keresztény királyság fővárosa török kézre kerül, ilyenre azért addig nem volt példa, akkor egy újabb Habsburg szolgálatban álló értelmiségi, egy Joachim Camerarius nevezetű figura írja meg Mohácsot a saját történeti narratívájában. És lehet, hogy ezek a munkák nem kerülnek nyomtatásba. Csak hát miután a bécsi levéltárban az egyik történetíró adja a másiknak a kéziratokat, és István fia kancellárián dolgozik és hozzáfér ezekhez a szövegekhez, tulajdonképpen ő ezt zenésíti meg a 17. század elején, és ebből lesz a magyar történeti narratíva, anélkül, hogy egyébként erről így bárki tudomást venne. Hiszen nem megjelent szövegekről van szó többnyire, nem is tudnak a létezésükről, elveszett szövegeknek hiszik őket. Csak hát az írástudók hatalma ilyen szempontból nagyon nagy, és tulajdonképpen elég szemét módon tudnak eljárni a kortársaikkal szemben. Most ennek az a következménye, hogy ez a nézőpont, ez bebetonozódik, és tulajdonképpen, ha az ember nem akar kuruc rebellisnek tűnni a korabeli Magyarországon, akkor mondjuk nem mond olyat történészként, hogy Szapolyai nem késett el a mohácsi csatából, mert azzal ugye le lehet írni a korabeli viszonyokat. Ez nagyjából olyan, mint a 56 ellenforradalom volt-e. Tehát eltelhetett 30 év, Deberecz János még megírta, hogy ellenforradalom volt. Na most ugye ez a rendszer ilyen szempontból nem 40 évig tart, hanem 400 évig. És hát én teljesen megdöbbentem rajta, hogy 1846-ban egy nagyon tehetséges magyar történészt, aki egyébként kancelláriai hivatalnok, beengednek a császári levéltárba, és 1846 előtt, de 46-ban jelenik meg a könyve a Magyar Nemzet Napjai a Mohácsi Vész után. Ez egy teljesen úttörő munka a maga korában, egy ilyen posztmodern, nevezzük így, mert hogy ő a pozitivizmusnak azon a szintjén áll, hogy megpróbál mindent, ami a korabeli Magyarországon történik, az esküvőktől, temetéstől kezdve a nagypolitikáig mindent belesűríteni ebbe a történeti munkába. Sose értettem, hogy írhat valaki egy könyvet a csata utáni napokról, amikor ugye egy derék hadtörténész számára maga a csata napja az az izgalmas. Ma már értem, mert ugye Habsburg szemmel az érdekes dolgok azok azután kezdődtek. Tehát a pártviszály, a királyválasztás, meg minden egyéb. És őt beengedik a levéltárba, és ő hozzájut olyan dokumentumokhoz, amit addig élő magyar ember nem látott. Van néhány olyan dolog, amit egész mostanáig azóta se sikerült megtalálni, most a kollégáim kibányázták a bécsi levéltárból, és ezt is leközöltük az új forrásgyűjteményben. És hát nagyon árulkodó, hogy kiőrül annak a munkának, ami 1846-ban megjelenik, ami egyébként a korabeli magyar történetírásnak a csúcsa. Módszertanban,
forráskezelésben, meg mindenben. Tehát amikor a szakmáról van szó, akkor ezt szokták tanítani a diákoknak. Egy Széchen Antal nevezetű derék konzervatív politikus, aki nem azért dicséri a szerzőt, mert ő mennyire kiváló történész, hanem 1846-ban a reform országgyűlések korában még az a kérdés, hogy mennyire legitim a Habsburgok hatalma, és hogy találnak-e fogást a reformerek az államberendezkedés szempontjából, és azt gondolja a Széchen, hogy ez a könyv, ez minden kétséget eloszlat, hogy Szapolyai egy szemét gazember volt, és minden úgy történt, ahogy történni kellett. Én számomra ez világította meg, hogy valójában, amíg a Habsburg dinasztia el nem múlt a magyar történelemből, addig rendes magyar történésznek esélyese volt arra, hogy valami olyan módon nyúljon ehhez a témához hozzá, ami a valósághoz közelebb vihetné az értelmezést, mert megvoltak a sínek, amin lehetett járni. És a 19. század második felében van egy nagyszabású, hát mondjuk így, hogy információs boom. Nagyjából 1900-ra minden olyan szöveg ismerté válik, ami a mi tudásunk is alapul a Mohácsi csatáról, az előzményekről. Úgyhogy várná az ember, hogy akkor ez egy derék pozitivista korszak, és itt a lehetőség, hogy ezeket az információkat összegyűjtve egy profi történész, ugye, mert ilyenkor már, most már vannak, tehát nem kancellárai hivatalnokok írják a történeti munkákat, letegyen valamit az asztalra. És akkor ehhez képest megjelenik 1911-ben Orthvay Tivadarnak egy derék egyházfűnek a Mohácsi csata című munkája, aminek a konklúziói olyanok, hogy hát légy hű az uralkodóhoz, a széthúzás, a szellemiség, mert hogyha megfelelő hazafias szellemben gondolkodtak volna a magyarok a táborban, akkor ezt a háborút meg lehetett volna nyerni. Ugye vérfagyasztó a három évvel később kezdődő világégés szempontjából, hogy mit gondolnak emberek a háborúról, hogy ezt hogy kell megnyerni, tehát hogy a szellemiség és a nemzeti öntudat és a buzgalom fogja eldönteni a dolgot. Gondolom, hogy 1914-ben se a honvédségnél, se a közös hadseregben ebből nem volt hiány. De hát az oroszok többen voltak, tehát hogy ez szokott ilyen probléma lenni, és hát a törökökkel is ez a probléma, és ezt Orthvay is tudja. Tehát az a döbbenet az ő könyvében, hogy lehet látni, hogy történészként mindent tud, de soha semmilyen következtetést nem von le a hagyományos dolgokhoz képest, és ezt se értettem. Hát ha itt van egy ilyen okos ember, aki ennyire ismer mindent, akkor hogy történhet ez? És erre mondta azt egy kiváló kollégám, hogy hát ő egy egyházfi, aki nem futja be azt a karriert, mint mondjuk Fraknói Vilmos, a korabeli dualista Magyarországon. És a 10-es évekre ő elkezd egy Mária királynő életrajzon dolgozni, és hát a Mohácsi csatát is pontosan olyan szemszögből sikerül neki megírni, ahogyan az a elmúlt 400 évben a dinasztiához hű történetírók számára lehetővé volt téve. Azt én nem tudom megmondani, hogy ez egy belső cenzúra a szerzőknél, vagy esetleg volt, aki segített nekik rátalálni a helyes útra, de a lényeg, hogy a 1911-ben, amikor ugye a háború előtti utolsó ilyen monográfia megjelenik, pont ott tartunk a konzekvenciákban, mint 100 éve, 200 éve, 300 éve. És ugye ilyen szempontból lesz fontos az első világháborús vereség, a Habsburgok trónfosztása és Magyarország önállósága, mert nagy paradoxon, de Trianon teszi lehetővé azt, hogy ezt a történeti problémát egy másfajta megközelítésben kezdjék el vizsgálni. És döbbenet, 1924-ben egy kiváló irodalomtörténész akadémiai székfoglalója zajlik, és ő a Mohácsot választja, a Mohács témát választja a munkájának a fókuszpontjával, mert azt mondja, hogy ennél időszerűbb dolog nincsen. Tehát Trianon után 4 évvel azt mondja, hogy Magyarországon nincs időszerűbb dolog, mint Mohácsról emlékezni. Egyébként pedig megy a kukába ez az egész önsorsrontó, cívódó, magyar nemességgel foglalkozó, köldöknéző álláspont. Most már teljesen világos, hogy a nemzetközi konstelláció volt az, ami elbuktatta Magyarországot. Most a
16. századi diplomácia történet ismeretében mondhatom azt, hogy Tineman Tivadarnak igaza van, de azért itt már látszik, hogy ennek a véleménynek a kikristályosításához legalább annyira szorosan hozzájárult az, ami 1918 és 20 között történt Magyarországgal és Magyarországon, mint a történeti kutatások, mert azok nem voltak. Tehát nem az történt, hogy 1920-ban mindenki beszabadult a levéltárba, és rájött, hogy milyen remek diplomácia történeti források vannak, hanem átállították a fókuszpontot. Az önálló független Magyarországon többé a magyarok nem voltak hibásak. Egyes vélemények szerint ezt azért tegyük hozzá a kudarcért. Ellenben az ország bukása, a középkori magyar királyság bukása az a nemzetközi körülményeknek volt köszönhető. Amiben jelzem, hogy valószínűleg számtalan igazság található, és hogy hogyan montírozódott aztán a Mohácsról való gondolkodás össze Trianonnal, ahhoz meg a 400. évforduló kellett. Ugye Magyarország azon vette észre magát, hogy egy nagy nemzeti kataklizma után most fogunk megemlékezni Mohács 400. évfordulójáról, és hát ezt nagyon sajátosan sikerült összekombinálni. Számomra az 1976-os 450. évforduló se egy matyóhímzés, de amit itt sikerült összehozni a korabeli magyar elitnek, az azért egy csodálatra méltó szellemi teljesítmény. Hát egyrészt ugye Mohácson a helyi erők rájöttek, hogy az ő kicsit poros kisvárosukat, ami az ország unalmas belső részéből egyszerűen a jugoszláv határon találta magát, ez most országos figyelem középpontjába fogja avatni, mert hogy a notabilitások meg mindenki oda fog menni a csatatérre, és ugye hát erre méltóan föl kéne készülni. Két dolgot találtak ki, hogy legyen egy új városháza, itt látható a fotón, és legyen egy úgynevezett fogadalmi templom az első és az úgynevezett második mohácsi csata áldozatainak emlékére. Itt csak a tervet mutatom. A Árkai Aladár tervezte a templomot, ugye a városmajori templomról ismerős lehet jó néhány forma. Most ha megnézik, akkor azért ez egy töménydöbbenet, mert a városházát mór stílusban sikerült megépíteni, tehát lehetne a pasa palotája. A fogadalmi templomról azt mondták, hogy ez bizánci stílusban van, de hát ugye ha egy ilyen tornyot építünk mellé, azért az úgy néz ki, mint egy minaret. És azzal a kupolával meg úgy néz ki, mint egy mecset. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez már ez önmagában egy nagyon érdekes dolog volt, de hogy fog ez összejönni 1526-tal ellentétben 1926-tal? Hát 1926-ban nem ugyanaz az ellenség, mint 1526-ban. Ugye a régi ellenségünk, az Oszmán Birodalom, az első világháborúban az Osztrák-Magyar Monarchia, így Magyarország szövetségese. Ráadásul, miután Kemal Atatürknek és az ő híveinek a 20-as évek elején sikerül megfordítani a nagyhatalmi diktátumot, ezért Magyarországon csodálják az új Törökországot, hiszen ők, ha nem is teljesen, de nemzeti szempontból megússzák a saját trianonjukat. És ugye Magyarország olyan mértékű nemzetközi elszigeteltségben van ebben az időszakban, hogy hát nem nagyon van más, aki szóba álljon Magyarországgal, mint a Török Köztársaság. Tehát úgy kell 1926-ban megünnepelni Mohács 400. évfordulóját, hogy azért a törökökről olyan sok rosszat nem mondjunk. És ez szerintem egy brilliáns szellemi művelet. Már 1925-ben lehet tudni, hogy a törökökkel együtt fogjuk ünnepelni a csata évfordulóját. Szerintem kísérteties egyébként ez a dolog. És aztán ott van a török nagykövet az ünnepi beszédmondók között. Na most a török nagykövet azért nem akárki, az nem egy karrierdiplomata, ő egy török tiszt, egy magasrangú főtiszt, aki Kemal Atatürk mellett az egyik legfontosabb parancsnoka a függetlenségi háborúnak.
És valószínűleg ezért is kötnek Utila putatalpára a győzelem után, tehát Atatürkből egy elég. Tehát ő egy nagyon fajsúlyos ember a török politikai eliten belül, és végrehajt egy fantasztikus szellemi bravúrt a beszédében, érdemes rászánni az idejüket és a figyelmüket, hogy megtudjuk, hogy miért nem volt ez olyan nagy baj, hogy mi ott egymással harcoltunk. Ugye ezt újabban azzal szokták török barátaink kiegészíteni, és egyébként is utána pedig megvédtek bennünket a Habsburgoktól. Szóval van ez a nagyon delikát helyzet, és akkor erre épül rá két dolog. Egyrészt sokkal célszerűbbnek tűnik a politikai elit számára Trianonról beszélni a Mohács évfordulón, mint az egykori eseményekről valójában, mert az politikailag kontraindikált. Másrészt azt azért mindenki tudja, hogy még ha 150 évig itt is voltak a törökök, de utána sikerül őket kiverni, és sikerül helyreállítani az akkori történeti Magyarország egységét. Tehát a Mohácsra való hivatkozás az ugye magában rejti azt a lehetőséget, ami hát a politikai programja ennek a magyar akkorabeli politikai elitnek, hogy visszaállítani valamilyen módon a történeti Magyarországot. Mert Mohácsnál is elbuktunk, de aztán talpra álltunk, és az ország területi egysége is visszaállt. És van még egy nagyon sajátos része ennek a dolognak, hogy hát ugye itt a lehetőség, hogy leszámol, tehát ahogy a Habsburgok leszámoltak a Jagelló dinasztia uralmával, mert elmondták, hogy mennyi baj volt vele, annak az új politikai elitnek, ami a független Magyarországot vezeti az 1920-as években, ehhez lehetőséget kínál arra, hogy szembeforduljon a monarchia örökségével. És ezt Pébersberg gyönyörűen ki is mondja a saját ünnepi beszédében. Miközben ugye ő ennek a politikai elitnek a tagja, hiszen Pébersberg már a dualizmus korában, 18 előtt is miniszter volt. Tehát, hogy ő meg államtitkár, meg mindenféle fontos szerepeket töltött be. De hát ugye Horthy Miklós kormányzó is ilyen figura, Ferenc József szánsegédjéből, aztán egy királykergető lázadó lesz az 1920-as évekre, és mindez békésen megfér együtt. És nagyon érdekes, hogy ki mit fog meg. Én azt gondolom, hogy ebben a történetben, abban, hogy a korabeli történeti köztudatban és aztán a történeti tudatban sikerül egymásra montírozni Trianont és Mohácsot, abban valószínűleg Klebersbergé a főszerep és a fő érdem, ő látja meg benne a lehetőségek széles tárházát, és ráadásul miután ő nem csak miniszter, hogy még szebb legyen a dolog, ő a Magyar Történelmi Társulatnak az elnöke is ebben az időszakban, és a Magyar Történelmi Társulatot kérik föl, hogy szervezze meg a megemlékezést, meg bonyolítsa le azt a történeti kutatási programot, aminek egy nagyon jó minőségű úgynevezett Mohács emlékkönyv lesz az eredménye. Tehát ő egy személyben kontrollálja a szakmát és a politikumot is, meg a nyilvánosságot is, és az üzenetei nagyon hatékonyan mennek át ebben az időszakban. Egy nagyon más hangszerelésben jelenik meg a kormányzó úr, aki hát ugye szintén beszédet mond Mohácson. Egyrészt azért azt nem lehet kihagyni, hogy itt volt egy kommün, meg vörös katonák, meg mindenféle ilyen dolog, tehát hogy kvázi polgárháborús állapotok vannak Magyarországon, tehát megvan az 1526-os tördöfés elmélet is a beszédben, hiszen a fegyelem teljes hiánya, a belviszály semmisíti meg a nemzet erejét, nem a török hadsereg Mohácsnál, az valahogy nem kerül elő a megemlékezések során. Sőt, hát ugye a aktuális külpolitikai helyzetnek megfelelően Horthy is meleg szavakkal emlegeti a törököket a beszédében. De aztán ő még egy következő flikflakot is bele tud ebbe vinni. Hát ugye ő megemlíti a szerbeket is, akik valóban a történeti valóságnak megfelelően bizonyos létszámban Mohácsnál is a törökök ellen harcoltak, illetve hát azt megelőzően a magyar határvédelemnek a jelentős részét ők alkották,
De hát ugye ez egy, megint csak egy nagyon álságos dolog, hiszen az oszmán hadsereg jelentős részét is szerbek alkotják, vagy legalábbis mindenféle ilyen délszláv náció a Balkánról. És hát ezzel a mohácsi beszéddel Horthy lázba hozza a teljes európai diplomáciát, mert úgy tűnik, hogy nyilvánosan meghirdeti a békülés programját Jugoszláviával. Amitől a magyar diplomaták azért esnek kétségbe, mert erről nekik senki nem szólt. És már elő van készítve Olaszországgal az enyhülés útja, és történetesen Jugoszlávia és Olaszország kizárják egymást az akkori politikai alternatívák között. Úgyhogy a magyar külügy teljesen elkeseredik, hogy a kormányzó úr a régi bajtársiasságra való hivatkozással kis híján romba dönti az olasz szálat Magyarország számára. És megint jönnek a jól képzett értelmiségiek. Ahogy a Habsburgok megtalálták a maguk történetíróit, úgy ezek az új narratívák is megtalálják a maguk történetíróit. Ugye a Human Sequiről már mindenki hallott, ugye az is köztudott, hogy tulajdonképpen ez a történeti szintézis a Horthy Magyarország egyik szellemi alapja. Ugye Humann Bálint kiváló középkorász, de nagyon hamar Klebersberg Kuno örökében találja magát, és örökös kultuszminiszterként fejezi be pályafutását, amíg azt a II. Világháború meg nem szakítja. Szerzőtársa Szegfű Gyula a Bécsben dolgozó magyar levéltáros, és véleményvezér. Ugye akkor még nincs Facebook, meg Instagram, meg mindenféle egyéb dolog, erre a célra folyóiratokat használnak, meg könyveket, de mégis úgy néz ki, hogy ő az, aki képes megfelelő szakmai történeti köntösbe burkolni azokat a óhajokat, vágyakat, célokat, amiket a korabeli elit megfogalmaz, és ezt nagyon magas színvonalon teszi, tehát a Human Sequi az nem egy propaganda munka, az egy kiváló történeti szintézis, nagyon komoly levéltári kutatások alapján, de mégiscsak az a helyzet, hogy abba azért ez bele van szőve, hogy akkor most mit kell gondolni. Bravúros teljesítményettől a két úrtól, mert ugye ha belegondolunk, hogy 1945 vagy 48 után a kommunista rezsimnek évtizedekbe tellett, ami kiizzadt valamiféle komolyan vehető történeti szintézist, ők meg ezt gyakorlatilag 8 év alatt legyártották, és minőségében számos tekintetben fölülmúlt a Tudományos Akadémia 10 kötetes sorozatát, amit ugye a 70-es, 80-as években jelentettek meg. Ez egy nagyon komoly teljesítmény. De most megvan az önfelmentés, ugye, ami fontos része ennek a történetnek. Megint csak nem az történik, hogy bárki beülne a levéltárba és megvizsgálná, hogy akkor Gipsz Jakab, magyar nemes Tornavár megyéből elmente a mohácsi csatába, vagy nem ment el. Azt mondjuk, hogy a kor nem lehet annyira romlott. És akkor ezzel ez el van rendezve. De ő is csinál ebbe egy flikfakot, egyrészt fölmenti úgy általában a korszakban élőket. Ez kedves, egyébként ez egy kedves dolog tőle, mert a történészek előszeretettel játszanak bírót. Így időben visszafelé, tehát hogy ki mit rontott el, ki mit hibázott. Engem mindig megdöbbent a kollégák bátorsága, akik ilyeneket írtak, hogyha én annyit tudnék valamiről, mint egy korabeli ember, akkor valószínűleg zseniális történeti munkákat tudnék írni, de nem tudok. Tehát, hogy ez hiányzik hozzá. Tehát mit tudjuk mi, hogy ők mit tudtak, és ahhoz képest mit rontottak el? Nem tudjuk. De ő is megtalálja a felelőst ebben a történetben, és ez meg egy másfajta csavar, ez a rendiség és a kisnemesek. Tehát ez az ő vesző paripája. Ami hát egy nagy csapás a dualizmusra, mert hogy a dualista Magyarországon a vármegye, a vármegyei nemesség az egy ilyen szentség volt, egy megfelelbeszhetetlen érték. És a Rákóczi számüzetéséről írott életrajza miatt ez a társadalmi réteg és a hozzátartozó politikai erők kegyetlenül meghurcolták Szegfűt fiatalon, úgyhogy meg is van a következménye a későbbi munkákban ennek. De ez van befelé, mi van külső használatra. Bárdosi László, aki ugye miniszterelnökként válik híressé, meg azzal, hogy az ő miniszterelnöksége alatt sikerül a Szovjetunióval háborúba keverednünk, és ezért aztán őt ki is végzik a II. Világháború után.
Azt kevesen tudják róla, hogy ő egy nagy formátumú történész volt, és 1943-ban egy kiváló könyvet publikált. A Mohács utáni Magyarországnak az útkereséséről, meg Fráter György, az akkori politikának a meghatározó alakjának, a Fráter Györgynek a pályafutásáról. Ugye ez a könyv nem sokat élhetett, mert 43-ban jön ki a nyomdából, és aztán 45 után gyakorlatilag bezúzzák, meg eltűnik. De olyan szempontból mégis fontos és érdekes, hogy neki sikerül végképp formába önteni azt, hogy hogyan árulta el a Nyugat Magyarországot, mert ez egy nagyon fontos része ennek az egész történetnek, hogy a Tinemann-féle Tivadar által 1924-ben fölvetett külpolitikai konstellációból, nem függetlenül attól, hogy mi volt Franciaország szerepe a trianoni békeszerződés kialakításában, megszületik Mohácsra a magyarázat, hogy hát a törökök tulajdonképpen azért zúdultak rá az országra, mert a franciák ezt megrendelték. És akkor van mögötte egy valós történet, tehát nem lehet azt mondani, hogy nincs történeti magva a dolognak. Van egy nagy francia-Habsburg háború. 1525-ben a páviai csatában Ferenc francia király a Habsburgok fogságába esik. Egy győztes csatát sikerül neki 2 óra alatt teljesen elszúrni. Ugye ez másokkal is előfordul, nem csak II. Lajos királlyal. De ő életben marad, viszont elfogják, és Madridba viszik, vagy Madrid mellé viszik. Horribilis váltságdíjat kér az elengedéséért a 5. Károly, a fogvatartója, amit Franciaország kiizzad, 1 millió aranyról van szó. Az az éves állami jövedelmekkel vetekvő tétel, aminek egyébként nagyon fontos szerepe van a magyar történelemben, meg egyáltalán a török viszonyokban, mert amikor 1532-ben Szulejmán másodszorra is nekivág, hogy elfoglalja Bécset, akkor 5. Károly azért tud egy akkora hadsereget kiállítani Bécs alatt a törökökkel szemben, ami pariban van a felvonuló török sereggel, ezért Szulejmán nem mer megütközni vele, mert beteszi ezt az 1 millió aranyat a költségvetésbe, amit a franciáktól kapott. Tehát, hogy ez egy ilyen talált pénz a sztoriban. Most Franciaország nagy bajban van, és kapnak fűhöz fához. 25-ben a magyar királyt is megkeresik, hogy járjon közben a sógoránál Ferenc elengedése véget. De valakinek az a remek ötlet támad, hogy küldjenek követséget a török szultához ez ügyben. És lehet tudni, hogy elindul 2 darab követség, az első követséget Boszniában lemészárolják. A második követséget viszont egy frangepán gróf, egy horvát gróf vezetésük eljutnak Konstantinápolyba, és ennek a követségnek fönnmarad az az irata, hogy milyen levelet küldött velük vissza a szultán. És ez az úgynevezett francia-török szövetség és a mohácsi történetnek a háttere, hát amiben a szultán azt mondja, hogy lovaink készen állnak, kard az oldalunkon, és egyébként a király ne nyugtalankodjon, mert mindent meg fogunk tenni. Tehát, hogy a levélben nagyjából semmiféle konkrétum nincsen. A franciák nagyon hamar megbánják, hogy elküldték a követséget. Ferenc kiszabadul, a fiaira cserélik, amíg ki nem fizeti az ország a váltságdíjukat. És legszívesebben letagadnák az egészet, mert hogy ez rémciki. Ebben a történetben, tehát az a korabeli Európában ilyen üzeneteket küldeni a szultánnak még nem számít politikailag korrekt eljárásnak. Kell még néhány évet várni, amíg valóban sikerül nekik összebútorozni, és még ennél cifrább dolgokat is fognak csinálni együtt 20-30 év múlva, az 1540-es, 50-es években, de 1526-ban ez még valójában nincs. De mi az, ami van? Honnan kapja a szultán az információkat az európai viszonyokról, és ki biztatja a törököket a Habsburgok megtámadására Mohács után? Pontosan lehet tudni, hogy ez az állam velence az európai hatalmi rendszerben. A velenceiek nem azért teszik ezt, mert ők annyira galád kalmárnép lennének, hanem azért, mert
Velencei Köztársaságot a Mohácsi csata előtt 20 évvel gyakorlatilag megpróbálta felszámolni egy európai koalíciót, tehát majdnem megsemmisítik őket a szószoros értelmében, és innentől kezdve a velenceiek kicsit paranoiásak, és mondjuk félnek a túlsúlyban lévő szomszédoktól, főleg a Habsburgoktól, mert hogy nem 5. Károlynak, hanem még előtte az ő nagypapájának, Miksa császárnak volt az a hepje, hogy a Habsburg területeket azt Velence felé kéne kikerekíteni, mert az olyan logikus lenne, hogyha Tirolon túl is lennének még Habsburg területek. És akkor van egy ilyen szituáció, hogy lehet tudni, hogy ki az az állam, aki szállítja a szultánnak Konstantinápolyba az információkat, mert a velencei diplomaták, állandó követségek ott vannak az összes európai fővárosban. Lehet tudni, hogy kik hangolják a szultánt a Habsburgok ellen. Ezzel 1526-ban és utána is egy apró probléma van Magyarországon. Hogy Olaszország az, ami szövetségesünk. Hát, és a szövetségesről meg nem illik rosszat mondani. A franciák, meg tulajdonképpen az ellenségeink, nem szeretjük őket, elbírják. Legyenek felelősek Mohácsért is, az belefér. És itt kerekíteném le a történetet az önök számára, mert hogy jön a II. Világháború, és ezt az egész bábszínházat pillanatok alatt elfújja. Nagyon sok minden ott marad az emberek fejében, mert nagyon hatékonyan működött a korabeli propaganda. De ez már egy másik történet, hogy 1947-48 után a kommunista rezsém az hogyan játszik rá ezekre a tartalmakra, és hogyan alakítja, idomítja ezt az egész történetet ismételten a saját érdekei mentén egy alapvetően nyugatellenes történetté. Tehát megint az van, hogy ugyan a hadsereg keletről érkezett, és nem szeretjük a törököket, meg az egri csillagok az kötelező olvasmány az iskolában, de valójában egy olyan tankönyvi mikroklíma alakul ki 1948 után, amiben a főfelelősök mégiscsak a franciák, a pápa, ez a legjobb, tehát az egyetlen európai hatalom, ami konkrét segítséget nyújtott Magyarországnak, az a pápaság volt 1526-ban, de sikerül megtenni őt, a pápát is főellenségnek, meg az összes többi nyugati hatalmak, akik cserben hagytak bennünket a franciák felkérésével együtt. Köszönöm szépen a figyelmüket, ez a történet ennyi volt, ha valakinek lenne kérdése, akkor próbálok rá majd válaszolni.